Sziasztok, nagyon nagy szeretettel üdvözlök mindenkit, kedves, drága rokonaim, szeretteim, drága gyermekeim, kedves felesége, mit sétál előttem, és nem tudja, hogy itt követem. Na jó, tud mindent, mert mindent tud, ám belelát mindenkibe, minden gondolatba, viszont üdvözlet mindenki számára. Kívánunk jó egészséget, emberbaráti szeretetet, áldást, anyagi áldást is Istentől, ami a mindenható Atyától ered. Azt kívánjuk nektek, egy gyönyörű légkörbe, 5. kerület, ott szembe a Váci utca, gyönyörűség, világ egyik legszebb utcája, úgyhogy mindjárt mutatom is. Kérem a mindenható Atyát, hogy legyen velünk, veletek, óvjon meg titeket minden rossztól, minket, csak a jót kapjuk meg a drága jó Istentől. Kérni kell és megadatik, mondja a Szent Biblia, de ehhez hit is kell, erős hit kell. Ezt kívánom nektek, hogy mindenki kapja meg a jót, amit kér a mindenható Atyától. Egy csodálatos dolog, mert hogyha az Isten bizonyságot tesz az életetekben, akkor soha nem fogjátok őt megtagadni. Ne tegyétek! Csodálatos érzés, mindenkiben ott lakozik a mindenható Atya Szent Szelleme. Föl kell ismerni, de az kevés, használni kell. Egy jó szót mondjatok, egy jó cselekedetet akár, mindegy, hogy mit, apróságokat tudtok adni valakinek ajándékba, amit nem használtok. Az is jó, mert az isteni talentum, ugye, akkor, amikor az emberbaráti szeretetedet gyakorlod. Legyetek áldottak, ezt kívánom nektek. És így közben megmutatom még itt a csodálatos környezetet, és ezzel búcsúzom most tőletek, és a szent áldás most költözzen belétek, és használjon a mindenható Atya titeket, minket, mindannyiunkat. Sziasztok!